Ez egy elég érdekes fogalom, mert én voltam Türkménisztánba is, voltam Kazasztánba is, és ha itt Magyarországon Kazasztán lenne, akkor én azt hiszem, hogy a leggazdagabb ország lennénk, mert olyan földje van, annyi gáza van, annyi olaja van, hogy ez egész Oroszországnak talán nincs annyi, vagy Türkménisztán, vagy Üzbégisztán, ahol szintén jártam gyapott földeken és a hatalmas olajkutaknál, nagyobb, mint az arab olajlelőhelyek, tehát ez egész érdekes fogalom, viszont egy biztos, ha az ember nem is ennek nevezi, az én elnevezéseimben sajnos szerepelt már Magyarországról az, hogy banánköztársaság. Én ilyet mondtam, én ezt nem tagadom. Amikor az offshore cégek tömegeiről beszélünk, amikor arról beszélünk ma Magyarországon, hogy a csődeljárás a legegyszerűbb pénzszerzési forrás, hogy azok a előkelő gazdag embereink ezrével élnek, akik a 8. céget számolják föl, nyugodtan alakítják a 9., a 10. céget, és az is már felszámolás alatt van, és már tervezik, hogy hova mentsék a 11. cégbe a vagyonukat, akkor valóban valami abszurditás azért van ebbe az országba, mert én azt hiszem, hogy a csődtörvényért évek óta könyörgünk Tóth Károllyal, hogy meg kell változtatni. Volt valaha az adósok börtöne, amikor azt mondták, jó, elvitted a búzát, elvitted a kukoricát, nem fizetted ki, tudod mit? Addig itt ülsz benn, enni-inni kapsz, ezt kifizeted, és ami akkor mehetsz haza, ha hazahozod az offshore céghöz, vagy ahova kimentetted a pénzt, kifizeted, akinek tartozol, és akkor elmehetsz haza szépen békével, és nem leszel büntetett előéletű. Tehát amikor olyanról beszélünk, hogy ma Magyarországon kódexet akarnak tenni a bankoknak, becsületkódexet, akit a becsülettől olyan távol állnak, mint Makó Jeruzsálemtől, amikor kódexbe akarjuk szabályozni azt, amit a polgári törvénykönyvbe már szabályozva van, hogy egyoldalúan nem lehet szerződést módosítani. A kódex mégis 20 módját, 20 változatát engedélyezi annak, hogy hogyan lehet a banknak egyoldalúan a szerződő féllel szerződést módosítani. Igen, akkor lehet mondani, hogy ez borzalom. Vagy én mondhatnám sokkal jobban, mint Kósa Lajos, hogy igen, a költségvetést lehetett volna másképp alakítani, csak én nem csak bírálom a költségvetést, hanem én kifejezetten azért bírálom a költségvetést, mert a tehetetlenektől próbált elvenni, a gyerektől és az öregektől, és az erőseket békén hagyta, mert azokkal nem mer kikezdeni ez a költségvetés.